A sportolók általában nagyon várják egy-egy fárasztó szezon végét, de többségük legalább annyira várja, hogy vége legyen a nyári pihenőnek. Sokan nem is állnak le teljesen a mozgással, teniszezéssel, kondizással, futással igyekeznek megőrizni formájukat. És persze vannak olyanok is, akik sportáguk nyári táboraiban tartják karba magukat. Így van ezzel a Kékcápák csapatkapitánya Nagy Krisztián is, aki a klub által szervezett foglalkozásokon igyekszik átadni tudását a fiataloknak. Nem először próbáltam ki magam már edzőként. 2 évvel ezelőtt a Kenguru csapatnál tevékenykedtem, mint másodedző, illetve a tavalyi szezon második felébe vezető edzőként kellett beugranom egy sajnálatos eset miatt az U16-os B csapathoz. Örülök neki, hogy felkértek, hiszen ezen a téren is ki tudom próbálni magam. Nagy Krisztián nyáron egy másik sportág kulisszái mögé is bepillanthatott. Igaz édesapja, a korábbi válogatott játékos Nagy Attila révén nem volt ismeretlen számára a röplabda. Elég korán megismerkedtem már a röplabdával is, úgymond második szerelem lett egy hobbi sport, azon belül is a strandröplabda. És már tavaly felkértek, de sajnos az időm nem engedte, viszont az idén sikerült bekerülnem az országos strandröplabda bajnokság rendezésének, vagyis hát a rendezésébe. Nagyon tetszik, hiszen egészen a velejéig bele lehet látni ebbe a sportágba, illetve rengeteg új helyre eljutottunk, új embert megismertem, úgyhogy ez is szintén nagyon tetszik. Nagy Krisztián elmondta, még jó ideig játékosként szeretne bizonyítani. Pályafutása befejezését követően azonban akár edzőként, akár sportvezetőként el tudja képzelni a jövőjét.